Minden eddiginél erősebb kontroll alá kerülhet a kulturális szféra, derül ki abból az előterjesztésből, ami az Index birtokába került. Ennek értelmében a megyei hatókörű városi színházak a Nemzeti Színház, a zenekarok a Nemzeti Filharmonikusok, az alkotóművészek pedig a Petőfi Kulturális Ügynökség alá kerülnének. Borgula Andrással és Nagy Zoltánnal beszélgetünk. Borgula András ugye rendező és a Gólem Színház vezetője, Nagy Zoltán pedig a Független Előadó Művészeti Szövetség elnöke. Jó estét kívánok az uraknak! Azt mondta Csák János 2 héttel ezelőtt, hogy az, amit az Index állít, az egy tévedés. Tehát ez egy előkészítő dokumentum volt csupán, és semmi alapja nincs ennek a híresztelésnek, amit aztán most az Index egy kikerült törvénytervezet alapján, ami megy be a parlamenthez a jelek szerint, vagy a parlament elé, ismét adatokkal tudott megerősíteni. Beszéljünk arról, hogy úgy tekintve a dolgot, mint ami megvalósul, mit jelent ez a javaslat valójában? Hát azt jelenti a javaslat, hogy az a fajta sokszínűség, amit a magyar színház életet jellemezte, az megszűnik. Azt jelenti, hogy a függetlenek, hát mivel nem is szerepelnek a törvényben, teljesen lenullázza a kormányzat és a minisztérium. Azt jelenti, hogy egy olyan fajta központosítás fog megvalósulni, ahol értsd úgy, hogy azt mondjuk, hogy a színházba el lehet menni, a hozzáférést biztosítjuk mindenki számára, de mi fogjuk ellenőrizni, hogy mit lehet játszani, hogy ki játsza, hogy hogyan játsza. Egy hasonlattal élve a könyvtárba is el lehet menni, de ha ott Lenin összes műve lesz, akkor csak Lenin összes művét lehet olvasni. Én ezt gondolom, és ez nagy felháborodással tölt el, hogy ez fog megvalósulni. Majd arra térjünk vissza, hogy ez jelenti-e feltétlenül azt, hogy a függetlenek esélyei egyúttal el is szálltak. Nem, hallgassuk meg ugyanerről Borgula Andrást. Nagyjából ugyanezt fogom tudni mondani én is, tehát teljesen struktúrán kívülivé kerül a szakmának ez a része. Azért is szomorú, mert kint beszélgettünk erről, hogy minden alkalommal, amikor találkozunk közszínházi vezetőkkel, akkor minden alkalommal elhangzik az, hogy mi mennyire fontos és szerves része vagyunk a színházi szövetnek itt Magyarországon, mennyire nélkülözhetetlen a független színházi szakma. Ez gyakorlatilag most egy határon kívül kerül, és azt fogják állítani, már most is azt állítják, hogy csak az számít, ami a határon belül van, aki azon kívül van, hát tessék bejönni. És akkor meg lehet ez a választási lehetőségünk, hogy vagy eláruljuk magunkat és az elveinket, vagy éhen halunk. Tessék bejönni, de hova? Pontosan ez szerintem nincs hova bejönni. Tehát, hogyha megnézik a törvénytervezetet, a magánszínházak, az önkormányzati színházak, az alapítványi vagy egyesületi fenntartásban működő színházaknak a jogállása, vagy hogy mit gondol róla jelen pillanatban a minisztérium, nincsen tisztában. Éljenek meg a piacról, vagy tartsa el őket az önkormányzat. Ezt mi most hozzátesszük, igen, de hogy ahhoz viszont lehet, hogy adótörvényeket kéne módosítani. Tehát, hogy hasonló engedélyeket kéne tenni a kultúra felé, mint a sport felé is megvannak. Ugye nemzet stratégiának nevezik azokat az intézményeket, amelyek alá tartoznak most, és mi most kifejezetten a színházakról beszélünk, de itt azért azt gondolom, hogy a zenekaroktól, a komoly zenészek világától kezdve a könyvkiadókig, akiket egy másik fajta törvénytervezet sújtana, és majd arról is érdemes lesz beszélni, talán holnap este itt ebben a műsorban. Szóval, hogy ez nem csak a színházakat érinti, hát látjuk a múzeumok világát, ott is a Nemzeti Múzeum egyfajta főmúzeummá válik, amely alá betagozódik az iparművészetitől kezdve számos másik. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a színházi világgal akarnak kiszúrni. Ez egy gondolkodásmód. Igen, és természetesen bárki, aki azt gondolja, hogy ez helyes, vagy bárki, aki arra próbálja fogni, hogy ez gazdasági okokból, hogy a források helyesebb elosztása miatt, az, ha egy picit is utána néz a számoknak, rá fog jönni, hogy ez teljesen alaptalan, tehát, hogy nincs köze a kettőnek egymáshoz, és még egyszer mondom, aki elhiszi egy percre is, hogy egy ilyen típusú központosítás bármennyire is az előnyére válhat bármelyik művészeti ágnak, annak azonnal föl kellene állnia és távoznia. Egyébként azoknak az embereknek is, akik ezeknek a vezetői, hogyha tényleg az ország érdekeit tartják a szemük előtt, akkor azt kellene mondani, hogy ez így vállalhatatlan.
ez egészen biztos, hogy senkinek sem, sem szolgálja az érdekét. Azoknak sem egyébként, akik szívesen mennek el a nemzetibe, mert most lesz még 12 nemzeti. Valaki komolyan azt gondolja, hogy Rudolf Péter nem tudja összeállítani a saját műsortervét, és ő majd valaki fentről a nemzetiben pontosan fogja tudni, hogy a Vígszínháznak milyen szükségletei vannak ahhoz, hogy azt a társulatot működtetni tudja, ahhoz, hogy milyen műsorpolitikát kell összeállítani, azt majd igazából a nemzetiben jó helyen lesz ennek az ellenőrzése. Ez olyan fokú ostobaság és hozzá nem értés ölt ezt a tanúbizonyságot, hogy tényleg teljesen értetlenül állok ezelőtt. Vigyánszki Attilát kerestük egyébként, mert hát nyilván ennek a feje ő lesz a színházak esetében, a Nemzeti Színházhoz delegálják ezt a jogot. Ja, tényleg? Nem. Ja nem. És ő azt válaszolta, hogy majd később, egy későbbi időpontban. Én bízom benne, hogy ez a későbbi időpont nem lesz túlságosan késő, és nem sokára beszélhetünk erről majd, hogy ő ezt hogy látja. De vajon az, amit egyébként a törvénytervezet javasol, a minisztérium adja be egyébként a parlament, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, tehát nyilván egy kidolgozott anyagról van szó, ami gyakorlatilag a döntés már maga, az azért egészen mélységig, de odáig talán nem szabályozza a színházak működését, hogy mit lehet játszani és mit nem. Erre nincs utalás a szövegben. Hát szerintem akkor, amikor egyeztetést kell megtenni a műsor tervezetről, akkor én azt gondolom, hogy mégis van lehetőség arra, hogy ezt lehessen véleményeztetni. Másrészt meg tényleg... Ha jót akarok magamnak, akkor véleményeztetem, hogy szabad-e játszani. Hát hiszen Nyíregyházán is játszák már a Hegedűs a háztetőn, most miért játszanátok ti is itt ebben a színházban? Hát majd azt meghívjátok ide. Csupán gazdasági szempontokból nézd, már is megindokoltam, hogy neked nem kell azt az előadást megcsinálnod itt is. És hát a másik, amikor azt mondjuk, hogy most mondod, elnézést, elletegeszelek. Tegeződni szoktam. Hogy ez egy kidolgozott törvénytervezet. Hát hogy akkor nézzük meg, hogy én a független szakmát képviselő szervezetnek a feje, nem látta ezt a tervezetet. Nem is általatok a szakma által kidolgozott, a minisztérium által. De pontosan ez az, tehát, hogy a minisztérium gondolkozik a nemzeti és a vármegyei hatáskörű színházakban. Tehát, hogy ez a piramisnek a teteje. Tehát, hogy most kidolgoztak egy olyan rendszert, ahol az összes többi részvevőnek a helyzete, hogy ki miért kap pénzt, milyen támogatás, vagy milyen minősége alapján fogják eldönteni, hogy te ennyit kapsz, te meg annyit kapsz, hogy hogyan lesz az egész mechanizmus működtetve, nem tudunk. Kulturális alapszolgáltatásokról beszél a törvényhez írt magyarázó szöveg, arról, hogy voltak éppen valamennyi kulturális területen ugyanazokat az alapszolgáltatásokat kell nyújtani a társadalom egésze számára. Ezt én nem látom magam előtt. Ugye a szocializmusban volt olyan, hogy minden kultúrázban menjenek el a pesti művészek, minden kultúrázban legyen író-olvasó találkozó, vagy ha nincs kultúráz, akkor a könyvtárban. Tehát, hogy vigyük el az emberekhez a kultúrát. Ez erről szól? Azt gondolom, hogy erről is szólhatna, tehát hogy azért szépek ezek a mondatok, tényleg, mint a bánkbánkban, mert jól is lehetne ezt érteni. Tehát hogy azt gondolom, hogyha nekem azt mondanak, hogy kedves András, itt van X összeg, légy szíves, játsszál 12 könyvtárba kis településeken a következő egy évben, akkor nehezen lehetne nálam boldogabb ember találni, és meg is tettem, amikor erre lehetőség volt, igaz, hogy ezt egy borzasztó csúnya norvég civil alap támogatta, de megcsináltuk. Tehát, hogy itt az van, hogy valóban a Lenin összest fogják akkor elvinni az összes helyre, és lehet, hogy van azért egy-két hely, ahol másra is kíváncsiak lennének, ránk függetlenekre is, vagy azt, amit mi tudunk kínálni, azt, amit mi tudunk bemutatni, de ez... még egyszer mondom, a határon kívül rekedt, tehát hogy esélyt se kapunk erre már. És szépen lassan azért ez egy bizonyos idő múlva meg is halunk, mint ahogy ez már meg is elkezdődött. Az értelmezésben segítek tovább, mert itt van, még folytatódik a szöveg. A kultúrstratégiai intézmények, hát legyenek azok bármik is, de tudjuk. A nemzeti és a vármegyei szintű színházak. Így van. Magas minőségű, értékalapú szolgáltatásai széles körben eljutnak vidékre.
Így van, tehát ők azt gondolják, hogy ezek a színházaknak az előadásai el fognak jutni a legkisebb falvakba is. Vagy azt hiszem, hogy Demeter Szilárd mondta egy korábbi nyilatkozatában, hogy ha nem, akkor ugye a helyi amatőr színjátszó csapat fog fellépni abban a kistérségi könyvtárba, közművelési épületben. Mi lenne, ha nem, semmi baj velük, tehát hajrá, az tök jó, hogy vannak helyi amatőr színjátszók, de mi lenne, hogyha helyi független színjátszók? Színházak jutnának el ugyanígy, akik ugyanúgy kis társulatok, tehát nem nagy költségű előadások, mert nincs rá pénzetek. Hát pontosan az elejére erről beszéltünk, tehát hogyha megnézzük azt a fajta hatékonyságot, hogy az állami támogatás milyen szinten tud ugye működtetni a függetleneknek a rendszerét, akkor azt látjuk, hogy ott hasznosul leginkább. Tehát, hogy az állami támogatásra lefordítjuk, mondjuk egy támogatás szintjére, ez nem éri el a 3000 forintot szemben, mondjuk az operaháznál, ahol több mint 30000 forint. És egy másik nagyon fontos dolog, amit szerintem érdemes kiemelni, és maga Závodi Ál Magdolna mondta, hogy a nézők a 20%-a a függetleneket nézi. Most akkor tegyük fel, hogy ez a réteg hol lesz ki szolgálva, másrészt, hogy akkor miért nem ez a 20% nem érdemli meg, hogy ebben az új törvényben legyen egy gondolat róluk, hogy legyen egyfajta egyeztetés a függetlenekről azzal kapcsolatban, hogy a struktúraváltás az hogyan tud megtörténni. Mi készen, hát a FESZ már régóta kopogtat, évek óta Csák úrral, sajnos a kinevezés óta nem sikerült kapcsolatot teremteni, nem válaszol a levelekre, de mi készen vagyunk. Említettem előbb a könyvtárakat és a művelődési házakat, a 3000 fő alatti településeken egységes közösségi tér látja el a közművelődési feladatokat és a könyvtárt. 5000 fő felett közösségi központ, ez volt régen a művelődési központ elnevezésű intézmény. Még egyszer mondom, ebben sincs semmi rossz, tehát Nyugat-Európában is van sok ilyen típusú modell, ahol az iskola, a könyvtár és a közösségi színház egy térben van. Mivel töltjük meg? Így van. Ahol én jártam iskolába, ott is így van, egy kibucban van egy közösségen belül egy színházterem, ahova lehet menni, és oda valóban eljárnak a nagyszínházak. Tehát, hogy még egyszer, nem a rendszerrel van probléma, az önmagában szép, hanem azt, hogy mire fogjuk használni. És tényleg, milyen felháborító az, amit az Zoli mondott, hogy 10 plusz levél született a Független Előadó Művészeti Szövetség részéről, amely fordul az egyeztetés elkezdéséhez, a párbeszédhez, a közös munkához, bármiféle egyeztetéssel a minisztériumhoz, és nem az a válasz jött, hogy most inkább ne, majd később, hanem nem jött válasz. Csák János azt ígérte viszont, Vinyánszky Attila is egyébként látjátok, hogy eljön hozzánk újra, úgyhogy akkor majd erre is rá fogok kérdezni, ezt megígérem, hogy erre miért nincs válasz, hogy leülnétek vele tárgyalni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük.